Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Európa energia ellátása a háború árnyékában, a klímapolitikai intézet igazgatója tartott előadást Szekszárdon. Vállalkozói fórum Dombóváron a kataváltozás volt a téma. Terv szerint haladnak a munkálatok, tovább épül a Paks-Kalocsa híd. Autós üldözés Szekszárdon, bíróság előtt a két férfi. Fontos és aktuális kérdéseket boncolgatott a Matthias Corvinus Kollégium szezonnyitó előadásán a meghívott szakember. Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója tartott tájékoztatást Szekszárdon az Európát érintő energiaválságról, valamint arról, hogy mi várható a hideg beköszöntével, milyen esélyeink vannak az energiaválság kezelésére. A nyári szünetet követően a Matthias Corvinus Kollégium aktuális témával nyitotta meg a 2022-23-as szezont. Már maga az előadás címe is kíváncsiságra ad okot, hiszen az utóbbi hónapok fő témáját, Európa energiaellátását boncolgatta a meghívott szakember Litkei Máté. A szakértők szerint Európa soha nem látott energiaválsággal küzd, amelyet az orosz-ukrán háború és az erre adott szankciók csak tetéznek. Még tavaly 155 milliárd köbmétert szállított Oroszország Európának, és ezzel a legnagyobb gázszállító importőre volt a mi oldalunkról nézve, és az oldaláról a legnagyobb exportőr. 40%-át adta a teljes európai gázimportnak az orosz szállítás, ez idénre megfordult, az Egyesült Államok lett a legnagyobb importőr, Oroszország a gázszállításokat radikálisan visszavágta, anélkül, hogy erre korábban európai szankciók lettek volna, tehát ez az oroszok részéről egy válaszlépés. Az északi áramlat egy vezetéken az oroszok teljesen leállították a gázszállítást, mielőtt az országok teljesen fel tudták volna tölteni a tárolókapacitásukat. A Jamal vezetéken már korábban megszűnt a földgázszállítás. Nyugat-Európát felkészületlenül érte az energiaválság, most a tét az energiaellátás biztonsága. Magyarország azonban felkészült, így az ellátás nincs veszélyben. Ilyen volt az a döntés, hogy hosszú távú szerződés lett kötve Oroszország irányába a gáz beszállítás ügyében. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarország kb. 10-11 milliárd köbmétert használ gázból éves szinten. Ennek a felét egyébként a lakossági fogyasztás viszi el. Ezen van lehetőség csökkenteni, és a kormányzati politika ebbe az irányba fog menni, hogy a gázfelhasználást muszáj csökkentenünk, hogy a kitettségünket tudjuk csökkenteni. De ebből a 10 milliárd köbméterből 4,5 milliárdra van hosszú távú szerződésünk Oroszországgal. Bár a magyar kormány határozottan figyelmeztette az európai közösséget a szankciós politika veszélyeire, már a több nyugati ország a bőrén érzi a megszorítások következményeit. Szerencsére nálunk az ellátás biztosított, de a háborús infláció és az elszabaduló energia árak elől Magyarország sem tudja függetleníteni magát. A kormány saját magán kezdi a takarékoskodást, jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfon. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, 25%-os gázfelhasználás csökkentést írnak elő az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. Hozzátette, ez azonban nem érinti a kórházakat és a bentlakásos szociális intézményeket. A miniszter értékelése szerint egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátási helyzet, és az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki. 25%-os gázcsökkentést írtunk elő az állami szerveknek és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak. A következő kormányülésig minden miniszternek a saját területén javaslatot kell tenni az intézkedésekre, illetve meg is kell hozni az ehhez szükséges intézkedéseket. Ezért a következő napokban minden tárca azon dolgozik, hogy az irányítása alá tartozó állami intézményeknél, illetve gazdasági társaságoknál milyen intézkedésekkel tudja elérni a kormány által elvárt 25%-os gázfelhasználás csökkentést. A kata adózási forma változásai és a nemrég elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégia volt a téma a Dombóvári Vállalkozók Egyesületének legutóbbi fórumán. A tervek szerint a 6 milliárd forint Európai Uniós támogatást útfelújításra, valamint az intézmények energetikai korszerűsítésére fordítják majd. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta,
hogy a kormány továbbra is fontosnak tartja a vállalkozások erősítését és támogatását. Idei évben már annyi változó van az életünkben. Naszvadi Endre, a Dombóvári Vállalkozók Egyesületének elnöke ezekkel a szavakkal köszöntötte a helyi vállalkozókat, akik többek között a kata adózási formát érintő jogszabályi változásokról is felvilágosítást kaptak, de a fórum alkalmával az idén július végén a Dombóvári Képviselőtestület által elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégiáról is hallhattak a megjelentek. Ez az első olyan alkalom, amikor nyilvánosság előtt potentált vállalkozók és intézményvezetők is hírt hallhatnak róla, akik eddig még nem találkoztak vele, és onnan nagyon sokkal fontosabb, hogy szemtőszemben indult egy párbeszéd, hiszen nagyon fontos. Erről a programról azt illik tudni, mindenféleképpen nincsenek kőbevésve dolgok. Ez nem is statikus program, ezt az élet mindig átírhatja, és ezt a képviselőtestületnek le kell követnie. A 6 milliárd forintot meghaladó fejlesztések sorában szerepel többek között energiaberuházás vagy csapadékvízelvezetéssel és útfelújítással kapcsolatos projekt is. A vállalkozói fórum alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány a továbbiakban is fontosnak tartja a magyar vállalkozások erősítését. Az energiaárak elszabadulása nehéz feladatok elé állítja a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. A rezsicsökkentésnek a vívmányait, amennyire lehetséges, próbáljuk megtartani, és emellett pedig a vállalkozóknak olyan segítséget, magyar kis- és középvállalkozásoknak olyan segítséget próbálunk nyújtani, ami a nehéz helyzetet valamennyire mérsékli. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének fórumán sok új információval gazdagodtak az érdeklődők, többek között a város jövőjét illetően. Jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, amelyre hatósági árat fog megállapítani a kormány. A szerdai tájékoztatón elhangzott, az erdőgazdaságok mindenkinek tudnak biztosítani 10 köbméter fát a fűtési szezon kezdetéig, ami egy háztartás téli fűtésére elegendő. Ezen kívül szénprogramot is indít a kormány, a jelenlegi 50 ezerről akár 280 ezer tonnára is emelhető a kitermelés külszíni fejtés esetén. Az ehhez szükséges lépéseket a következő napokban teszik meg. Novembertől lesz elérhető a lakossági napelemes pályázat második üteme a tervezett tavaszi időpont helyett. A több mint 200 milliárd forint keretösszegű pályázati támogatás több 10 000 átlag jövedelem alatti családnak segíthet a rezsiterhek további csökkentésében. Jelentette be Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn. Kiemelte, az energiaválságra tekintettel a kormány kiemelt célja, hogy a háztartások mielőbb hozzájussanak a lakossági napelemes pályázat által kínált lehetőséghez, ami a korszerűsítésen túl tartósan és jelentősen csökkenti a családok rezsiköltségét. Az első szakasz lezárásához közeledve döntöttek úgy, hogy a tervezett jövő tavaszi időpont helyett már idén novemberben megnyílik a második ütem beadási szakasza. Sikeres pályázat esetén a napelem telepítésére 100%-os visszanem térítendő támogatást nyújtunk 2,3 millió forintos keretösszeggel, illetve energiatakarékos fűtési rendszerek kialakítása esetén pedig 11,3 millió forintos támogatást nyújtunk. A felhívásnak köszönhetően a megvalósuló beruházások eredményeképpen csökkenni fognak a családok rezsiköltségei, és csökkentik hazánknak az energetikai kitettségét is. Továbbra is az ütemterv szerint haladnak a munkálatok a Kalocsát-Paksal összekötő híd építésénél. A teljesen elkészült infrastruktúrának köszönhetően várhatóan 15 perccel rövidülni fog a két város közötti menetidő. Mindkét oldalon kétirányú forgalomtól elválasztott kerékpárút lesz a hídon, mely a keleti oldalon bekapcsolódik a fogtői kerékpárút hálózatába, a nyugati oldalon pedig az első körforgalomba. Az átadásra a tervek szerint 2024 nyarán kerül sor. Kalocsa és Paks közé egy 946 méter hosszúságú, 10 támaszú, 2x1 sávos híd épül, melynek szerkezeti sajátossága, hogy 3 különálló részből tevődik össze. Kis Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője elmondta, a három híd szakasz jelenleg más-más készültségi állapotban van,
de a munkafolyamatok mindegyik területen az előre eltervezett módon zajlanak. Nem csak a hidat építjük, hanem kiegészítő útfejlesztéseink is vannak a hídhoz kapcsolódóan. Ugye maga a híd az 512-es számú útnak a rekonstrukciója, illetve kialakítása mentén alakul ki, illetve van egy Paksot Gerjennel összekötő útfejlesztésünk is, ami a projekthez kapcsolódik. Ezeknek is nagyon jól állnak már a készültségi szintjei. A Kalocsai Ártérhíd áll a legjobban a készültség szempontjából. Itt a híd főtartó szerkezetének szerelése már a végéhez ért. Az utolsó munkafolyamat még szeptemberben be fog fejeződni. Ezután már csak az aszfaltozás és a szegélyek építése vár a munkásokra. Van a paksi oldalon, ott egy picit lassabb a készültség, de ezt így is terveztük. Ott most a felszerkezett helyszíni szerelése történik, illetve kezdődött meg ott a nyár elején, június hónapban, és a kivitelező az első tolási fázisra készül. Ezen a jobb oldalon 15 darab, 14-16 méter hosszú szerkezeti elem lesz, és ezeket elemenként tolják majd a helyére, ahogyan ez is el fogja majd érni a végső helyét. A középső hídrész, a Mederhíd két pillére a vízben helyezkedik el, melyek a hajózási útvonalon kívül találhatóak. A hídépítés ebben a fázisban két irányban szabad szereléssel fog zajlani. A teljes hídszakaszt a tervek szerint 2024 nyarán vehetik birtokba a közlekedők. Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára felel szerdától a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos feladatokért, miután Süli János lemondott. Ez a Magyar Közlönyben jelent meg. A 35 éves nemzetközi kapcsolatok szakértője diplomával rendelkező politikus 2014. júliusától 2014. szeptemberéig a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős helyettes államtitkári, 2014. októberétől pedig e terület államtitkári feladatait látta el. Kinevezését egyelőre nem kommentálta. A kormány kiemelt figyelmet fordít a járműiparra. Az ágazat ma már mintegy 25%-kal részesedik a magyar GDP-ből, hangsúlyozta a technológiai és ipari miniszter. Palkovics László kiemelte, a kormánynak nagy felelőssége van a fejlődés fenntartásában. Terveik szerint Magyarország nem csak a gyártásban, hanem a magas szintű innovációban, új technológiák megvalósításában is élen jár majd, mondta, megjegyezve, hogy a járműipar korszakváltáshoz érkezett, az iparág jövője komplikált, számos kérdés vár döntésre. Lopni indult, végül autós üldözésbe keveredett, és menekülés közben nekiütközött egy rendőr autónak a két férfi Szekszárdon. Egyikőjüket most állították bíróság elé, azt mondta, bármilyen ítéletet is kap, azt nem fogadja el, fellebbez ellene. Végül így is tett, annak ellenére, hogy a bíró évekre börtönbe küldte. Egy szekszárdi gyár telephelyéről akart lopni a két vádlott, az ott parkoló kamion rakterét nézték ki maguknak, csak hogy ahogy besurrantak, észrevette őket a biztonsági őr. A tolvajok menekülni kezdtek, az autójukba ültek és gáztattak. Néhány száz méter után viszont egy szabálytalan előzés során nekiütköztek egy épp járőröző rendőrautónak, miután egy másikat leszorítottak az útról. Az egyenruhások azonnal a betörők nyomába eredtek. Az eljárás során ismeretlenül maradt személygépkocsi vezetőjének, továbbá a rendőrségi személygépkocsi vezetőjének életét, testépségét közvetlen veszélynek tette ki, megsértve, megszegve ezáltal a Kressz 34 szakaszban, illetve a 18 szakaszában foglalt rendelkezéseket is, egyrészt a záróvonal átlépésével, másrészt pedig a szabálytalan előzéssel. Ezért az ügyészség közúti veszélyeztetés büntettével és lopás vétségének kísérletével vádolja. A két férfit végül bíróság elé állították, ám a most elítélt bűnöző kétszer is megpróbált elszökni, ezért kénytelenek voltak letartóztatni. Időközben még az első ügyvédjét is megkárosította, pénzt kért tőle kölcsön, amit azóta sem adott vissza. Szerdán délután videóhíváson keresztül a börtönből válaszolt a bíró kérdéseire. Mindent beismert, de azt mondta, bármilyen büntetést is kap, az ellen biztos fellebbez. Majd szeretnék fellebbezni, azon kívül szeretném megkeríteni a kárt a sértetnek, akinek okoztam a kárt. A rigvédőnek is szeretném visszafizetni 3000 forintot.
A bíróság a vádlottat, mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül, 2 év, 6 hónap szabadságvesztése, közügyek gyakorlásától 5 évig, közúti járművek vezetésétől szintén 5 évi eltétásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát a bíróság fegyházban állapítja meg, megállapítja továbbá, hogy a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható. A lopni induló, majd rendőrautónak ütköző férfinak a jogosítványát is elvették 5 évre. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert ahogy azt a tárgyalás során megígérte, fellebbezett az ellen. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Covid majd új szabályozás, még várni kell a pécsi sportcsarnok felújításával. Emelkedő árak, több jelentkező a kollégiumokba, lakhatási támogatással segít az egyetem. Rehabilitáció és hasznos munka, sikeresen működik a környezet kímélő termesztőrendszer Somogyban. Hiába nyert még 2018-ban 800 milliót a pécsi sportcsarnok felújítására az önkormányzat, a munkák a mai napig nem kezdődtek el. A pécsi alpolgármester kérdésünkre azt mondta, először a világjárvány miatt nem találták meg a megfelelő építési céget, most pedig a háború miatt kell kiszűrni azokat, akik az EU-s jogszabálynak nem felelnek meg. Ruzsa Csaba szerint a legjobb esetben is csak novemberben lehet átadni a munkaterületet. Így néz ki most a pécsi sportcsarnok, kívülről pedig akár építési munkák is folyhatnának itt. Ugyanis 800 millió forintot nyert még az előző városvezetés egy 2018-as pályázaton a Lauberdezső sportcsarnok energetikai felújítására. A város alpolgármestere azt mondja, a kivitelező kiválasztása nem történt meg. Ruzsa Csaba szerint most Budapestre várnak. A Covid alatt az első árajánlatok alapvetően elég magasak voltak, így nem fogadtuk el ezt a fedezeti részt, illetve volt olyan ajánlattevő, ahol egyéb hiányosságuk is voltak. Azóta kiírt közbeszedési eljárásnál belépett egy vadonatúj EU-s szabály, ez az orosz-ukrán háború miatti kizárási klauzulára vonatkozó EU-s rendelet. Ez alapján, a rendelet alapján kb. 3,5 hónapja várjuk azt hiánypótlásokkal együtt, hogy ezt az eljárást lezárják. Az új szabályozás szerint nem lehet olyan kivitelezőt választani, akinek orosz kapcsolata van. Ezért kell most várniuk a beruházás elindításával. Az egyik pályázót ki kellett zárnunk 3 körös hiánypótlás követően, mert nem fogadta el a miniszterelnökségnek a szakfőosztálya magát a hiánypótlási kört. Így új döntése kerül sor, az új döntést követően, ha és amennyiben a miniszterelnökségi főosztály ezt elfogadja, akkor kihirdethető és aláírható a szerződés. Ugye itt egy fedezett biztosításra lesz szükség az önkormányzatnak, amiről 20-án dönt előreláthatólag, ha és amennyiben a jogászok a szeptember 20-ai közgyűlésre ezt már ő tudják készíteni. Mintegy 200 millióval került többe az árváltozások miatt a későbbi kezdés az alpolgármester szerint. A szeptember 20-ai közgyűlésen dönthetnek arról, hogy ezt az összeget biztosítja az önkormányzat. Az alpolgármester azt mondja, bízik abban, hogy már novemberben lesz döntés, de az is lehet, hogy csak jövő januárban lehet majd kiválasztani a kivitelezőt a pécsi sportcsarnok energetikai felújítására. 2-szer annyian akartak bekerülni most ősztől a pécsi egyetemi kollégiumokba, mint amennyi hely van. Az albérlet és rezsijárak miatt választották most többen ezt a lakhatási lehetőséget. Azonban a férőhelyek száma miatt sokakat el kell utasítaniuk. Ezért lakhatási támogatással segíti az intézmény a hallgatóit, hogy elkezdhessék tanulmányaikat az őszi szemeszterben. 2-szer annyian jelentkeztek kollégiumba, mint amennyi férőhely van a pécsi egyetem szálláshelyein. Mintegy 2000-en kerülhetnek be, de 4000-en jelentkeztek, így sokakat el kell utasítani. Ezért lakhatási támogatással segítik őket, mondja a hallgatói önkormányzat elnöke a pécsi egyetemen. Összesen 70 millió forint kiosztható keret áll rendelkezésre, amely azt jelenti, hogy 200 fő hallgatót tudunk havi 35 000 forint támogatásban részesíteni a teljes tanév, tehát 10 hónap vonatkozásában. Ennek a felét adja egyébként az egyetem egy célzott alapból, a másik felét pedig az egyetemet fenntartó kuratórium biztosítja a hallgatók számára. A lakhatási támogatás megítélésekor rangsorolják a pályázókat. A szociális alapon is a kollégiumi jelentkezés során elért pontszámuk alapján fogjuk majd a hallgatókat rangsorolni, és akkor nyilvánvalóan csökkenő sorrendben fogják tudni megkapni az ösztöndíjat 200 fő. 2 fordulóban ítélik oda az ösztöndíjakat. Már most sokan jelentkeztek.
A 200 fő támogatható helyre eddig van 350 pályázatunk, úgyhogy biztos, hogy hatalmas lesz az érdeklődés, meg már most is többszörös az érdeklődés erre az ösztöndíjra. Jelenleg Pécsen 100 ezertől kezdődik egy kétszobás lakás bérleti díja, ami a külső város részeket jelenti. Az egyetemhez közeli lakásokat már 140 ezertől hirdetik havonta. Ezért is szeretnének idén többen bejutni a kollégiumba, ahol 12 ezertől 25 ezerig kell fizetniük a hallgatóknak havonta szállásdíjat, amiben benne van a rezsi is. Míg az albérleteknél a fogyasztás a bérleti díjon felüli pluszköltség. Hetedik éve működteti sikeresen a halak és a növények szimbiózisán alapuló úgynevezett akvapóniás rendszert a mozgáskorlátozottaknak Somogy megyei egyesülete. A szervezet kaposvári telephelyén mintegy 40 autista, illetve megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. Az első részben találhatóak az afrikai harcsák, ők nemrég érkeztek, nagyon szeretik az emberek, ezek karácsony környékére 3 kilósra is megnőnek, most ilyen 30-40 centisek. Az egyenesi úti passzív házban többféle hal is gondoskodik arról, hogy bőséges és zamatos zöldségek kerüljenek az asztalokra. A tálcákban agyaggolyócskák váltják ki a talajt, a rendszer ezekbe juttatja el a tápanyagokban gazdag haltrágyát. Folyamatosan gyakorlatilag körbe-körbe áramlik a tápanyag, így jut el a halak ürülékéből a hasznos nitrogén a növényekhez, amik segítségével a növények a saját fejlődésükhez szükséges foszfort, illetve káliumot fel tudják venni, hogy ettől erősebb növények legyenek. Aztán a növények gyökerein megszűrik újra az egész rendszer, és megy vissza a halakhoz. A telephelyet környezetbarát módon és minél energiatakarékosabban igyekeznek működtetni. Így például nem használnak vegyszert és komposztkazánnal fűtenek. Gyűjtjük az esővizet a tetőkről, amennyire lehet próbáljuk csökkenteni a kiadásokat, hogy nagyobb profitunk legyen belőle, belátható időn belül. Az úgynevezett akvapóniás rendszert 2015-ben építették ki, egyfajta terápiás jelleggel. A telephely napjainkban nagyjából 40 embert foglalkoztat, autistákat, fogyatékkal élőket, megváltozott munkaképességűeket. Jelenleg 7 autista ember dolgozik ezen a telephelyen, többek között a halak gondozásában, a növények gondozásában és minden más munkában, mert ők kinyíltak a munkavilágába. Tehát van köztük olyan, aki amikor idejött, akkor befordult a fal felé és egy szót se szólt. Ma tulajdonképpen beilleszkedett a közösségbe, tehát ez nekünk egy igazi rehabilitációs siker. Azon kívül nagyon szimpatikus volt, hogy egy környezetbarát technológiát tudunk kialakítani. A rendszer előnye az is, hogy télen-nyáron működik. A fóliasátrakban paradicsomot, paprikát, padlizsánt, tökféléket, kísérleti jelleggel erdei szamócát és dísznövényt nevelnek. A termést helyben értékesítik. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Európa energia ellátása a háború árnyékában a klímapolitikai intézet igazgatója tartott előadást Szekszárdon. Vállalkozói fórum Dombóváron a kataváltozás volt a téma. Terv szerint haladnak a munkálatok, tovább épül a Paks-Kalocsa híd. Autós üldözés Szekszárdon, bíróság előtt a két férfi. Pénteken változóan felhős napos idő lesz, csapadék napközben többnyire nem hullik, de estétől ismét egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. Visszaesik a hőmérséklet, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!